Sziasztok, üdvözlök ismételten mindenkit. Először is szeretném megköszönni azokat a visszajelzéseket, amiket a legutóbbi kis videómmal kapcsolatban kaptam tőletek. Kicsit elgurult a gyógyszer, ennyi történt mindösszesen. Az elmúlt hétvége rendkívül mozgalmasan telt a Hedo B. Brown csapata körül, ezt gondolom, hogy nagyon sokan láttátok és érzékeltétek, úgyhogy azt gondoltam, hogy ezen a héten egy picikét visszatekintek a múlt hétvége eseményeire. Ugye, akik lemaradtak róla egy kicsit, azok kedvéért mondom el, hogy pénteken volt egy kis közönség találkozó a Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál műsorának, programjának keretén belül úgymond lépett fel a csapat, és bemutattuk egy kicsit a csapattagokat, azok kedvéért, akik nem voltak még kézilabda meccsen, illetve nem ismerik annyira a jelenlegi keretet. És a vasárnapi mérkőzésen ennek volt is látszatja, megmondom őszintén, én egy picikét azért ennek a pénteki eseménynek is betudtam azt, hogy rengetegen voltunk vasárnap a mérkőzésen. Akik ott voltatok, tudjátok és éreztétek, hogy mekkora mérkőzést játszott vasárnap a Cegléd ellen a Hedo B. Brown csapata. Tényleg nem akarok túl sok mindent beszélni a mérkőzésről, hiszen aki ott volt, az látta, aki pedig nem volt ott, azoknak hiába mesélném, hogy mi történt a meccsen, tudjátok, hogy mi történt. Egy kicsit a saját érzéseimmel kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni, hogy mi történt ezen a mérkőzésen. Nagyon régen éreztem azt, ott veletek szemben állva, hogy olyan erő és energia van a szurkoló szektorban, mint amekkora most vasárnap volt. Biztosan ehhez az is kellett, hogy legyen egy olyan játék, legyen egy olyan csapat, legyen egy jó ellenfél, hangsúlyozom, mert a Cegléd azért jó ellenfél volt a vasárnapi mérkőzésen, mert hát ugye jó ellenfél ellen lehet csak jó játszani igazándiból, de én azt gondolom, hogy minden összeállt a vasárnapi mérkőzésen, egy jó ellenfél ellen egy jó mérkőzést láthatott az a fantasztikus közönség, aki kilátogatott vasárnap a mérkőzésre. Szóval nagyon régen éreztem már ezt az energiát veletek szemben állva. Régebbi szurkolók emlékeztek rá, hogy volt nekünk egy honlapunk, volt nekünk egy oldalunk, ahova mindenféle dolgokat írkáltunk, és mindenféle dolgokat megosztottuk, még a Facebookos korszak előtt, mert hát a Facebook előtt is volt élet, akármilyen hihetetlen. Szóval ott egyszer egy szezon végén írtam egy kis összesítést, hogy én mit élek át ott a pályán veletek szemben a mérkőzések alatt. Nos, hát azóta eltelt szerintem olyan 6-8 év, és igazándiból azt az érzést, azt a feelinget most vasárnap éreztem újra, amit anno régi csapatnál, a régi szurkolókkal. Tényleg leírhatatlan az az érzés, amikor 900 ember energiáját érzi a fiúk a pályán, és érzem én veletek szemben, szóval hatalmas nagy taps mindenkinek, aki kilátogatott a vasárnapi mérkőzésre. És én a mai napra úgy gondoltam, hogy egy kicsikét megmutatom nektek a hétvége eseményeit, illetve szeretnék beszélni nektek egy úriemberről, akit úgy hívnak, hogy Berzsényi Gergely. Nem tudom, hogy őt ismeritek-e, de hogyha látjátok a kamerás embert rohangálni a csapat körül, na az a Berzsényi Gergő. Ő a Bergő, ő a Credo Media, és ő készíti azokat a felvételeket, amikből majd most fogok nektek mutatni a péntek esti esemény felvételei közül, illetve Magyari Máté fotóiból fogok majd egy kis montást összerakni, úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel a múlt hétvégi visszatekintőnket. We'll be right back.
my way.